Ez a fajta központosítás most kifejezetten egy rossz koncepció keretében történik, aminek a következménye az lesz, hogy felsorakoztatjuk Magyarországot a 21. század lúzerei közé. Azért tanultunk, azért gyakoroltuk sok éven át a szakmát, hogy kialakuljon egy olyan ítéletünk, judíciumunk, hogy mit kéne tanítani, és hát engedtessék már meg, hogy a legjobb lelkiismeretünk szerint ezt tanítsuk. Szóval a tanárok is ellenállnak a maguk csendes módján, végülis becsukja az ember a tanterem ajtót, és utána egyedül van a diákokkal. Tehát ennyire nem lehet megcsinálni. A szülők is ellen fognak állni, tehát megpróbál erőltetni, hogy mégis a normálisabb könyvből tanuljanak a gyerekeik, vagy erőn fölül fizetős iskolákba helyezik el őket. Szóval nem fog ez így menni sokáig. Vannak ilyen hullámvölgyek.